A tangó, mint műfaj, sokáig tiltott volt Pécs városában. P. Horváth Tamás, író, kulturális bizottsági elnök volt, aki 4 évvel ezelőtt visszahozta városunkba ezt a tánc és zene műfajt. Ennek történetéről mesélt. Ez egy nagyon érdekes történet, ugye én regényíró vagyok, és az Öt Torony című könyvembe a kutatások közben derült ki, hogy 22-ben a rendőrkapitányság és a városháza betiltotta a tangót, a táncot és a zenét is. És a könyvembe beleírtam egy születésnapi mulatságot a Szikorszki szőlőbe, ahol természetesen tangóznak, mert a pécsiek akkor sem voltak annyira szabálykövetők. És ott fogalmaztam meg azt, hogy nem a tangó, meg nem a zene, főleg a tangó, ugye, ami a kölcsönös tisztelet és szeretetnek egy ilyen jelképe, az nem az a bűnös, hanem a háború és az erőszak. Na, ezt a mondatot a Méhes Károly nevű barátom kiszúrta a könyvbe, és az volt az első kérdés, hogy vajon ezt föloldották, ezt a tiltást? És megkérdeztük a jegyzőurat, a jegyzőur közölte, hogy nem. Nyilván volt egy ilyen semmiségi törvény a háború után, de ezt a törvényt, vagy ezt a rendeletet, ezt nem oldották föl hivatalosan. Úgyhogy akkor ezt a geget találtuk ki, hogy én beadtam a városházán egy határozati javaslatot, hogy oldjuk fel a tangó tilalmat Pécsen végre, és pont a 100. évfordulón, úgyhogy a közgyűlés egyhangulag elfogadta, és akkor meghívtuk az akkori argentin nagykövetet, a Patino Mayer urat, aki a polgármesterrel együtt aláírta egy dokumentumot, hogy Pécsen innentől szabad a tangó, és soha többet nem lesz betiltva. A 4 napos rendezvénysorozat alkalmával színes programokkal készültek az érdeklődőknek. Szeptember 28-án a tangó stílusok bemutatójára látogathatott el a közönség a Zsolnai negyed E78-as koncerttermébe. A tangó stílusok bemutatása, többféle stílus létezik a tangóban, az egész úgymond kezdetleges stílustól egészen az európai kifinomult stílusig. Lesz egy Encoertos nevű 50 perces előadása a Pesti Tangó Színháznak, és utána pedig egy gyönyörű bál veszi kezdetét. 4 különböző tangóstílussal ismerkedhettek az egybegyűltek, amelyeket az argentin nagykövetség táncosai mutattak be magas színvonalon. Az idei évben egy különlegességgel is készültek a szervezők, ugyanis a Vakok és Gyengénlátók Szövetségével dolgoztak együtt, így számukra speciális tangóoktatást nyújtottak, mondta P. Horváth Tamás. Igazából én nagyon beleszerettem a tangóba, mert sokkal több, mint tánc. Én egy kicsit ilyen spirituális töltetet is látok benne. A mai igazából elvadult világban, hogy annyira nem töltünk időt az egymásra figyeléssel, ezt most egy kicsit így visszahozza ez a tangó. Amikor egy-egy órát vagy másfél órát tangótanulással töltünk, akkor megtanulunk újból egymásra figyelni, és szerintem ez a mai világban egy nagy kincs. Tánc közben jobban figyelünk egymásra, lelassulunk ebben a pörgő világban, megnyugszik a lelkünk. Ezért fontosak ezek a rendezvények, mondta Pintér Tünde. Szerencsére ezt az érdeklődők is így gondolják, hiszen minden programra szép számmal érkeztek a hétvégén.